adóügyi reform. Gyarapítanák az adóbevételt, és közben megőriznék a munkahelyeket az adótörvénykönyv tervezett módosításával. A jövedelemadót 15%-kal csökkentik a fiatalok esetében. Ne pazaroljunk! Használjuk szigorúan háztartási fogyasztásra az ivóvizet, semmiképp sem mezőgazdasági célokra, kéri a lakosságot Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. Természet és zene. Idén zenés túrákkal bővül a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál programja. Július 9-e és 17-e között várják a természet és a zene szerelmeseit az eseményekre. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Több mint egy órán át beszélgetett tegnap este az újságírókkal Klaus Johannis államfő. Több aktuális téma is szóba került, mint az adóügyi módosítások, az alkotmánymódosítás, a járványügyi helyzet, a nemzetbiztonsági törvény, illetve a NATO is. Románia aktív szereplője az európai politikának és a biztonságpolitikának, kezdte keddi sajtótájékoztatóját Klaus Johannis. Az államfő szerint ez azt jelenti, hogy Románia most magasabb fokú védelemben részesül a nemzetközi porondon. Ezután rá nem jellemző módon több mint egy órán át válaszolt újságírói kérdésekre. A tervezett adóügyi intézkedésekről kifejtette, hogy nem egyik napról a másikra születik meg a döntés, a javaslatokat közvitára bocsátották, az üzleti szféra és a szakszervezetek képviselőivel is egyeztettek róluk. Arra kérdése, hogy miként kommentálja az országos adóhatóság bejelentését, miszerint ellenőrzik az otthon magánórákat adó tanárokat, Johannis azt mondta, mindenkinek kötelessége adót fizetni. Aki jövedelemre tesz szert, annak adót kell fizetnie utána. Az ANAV dolga pedig az adók begyűjtése és az ellenőrzés. A számomra kérdés, hogy pont a tanárok képezik-e az elsőként ellenőrizendő kategóriát, de nem lehet kivételeket elfogadni. Ha az ANAV azokat a kategóriákat is ellenőrzi, ahol szélesebb skálán mozog az adócsalás, hatékonyabbá válhat az adóbegyűjtés. Az energiaválságról beszélve az államfő elmondta, a híresztelések ellenére nem fontolják a gázfogyasztás korlátozását, az üzemanyagára kapcsán pedig hangsúlyozta, az állam nem engedheti meg magának, hogy nagyobb mértékben kompenzálja a benzin, illetve a gázolaj árát. A koronavírus esetszámok növekedése kapcsán úgy fogalmazott, nem hajlandó elfogadni, hogy ismét megszorításokat vezessenek be. A készülő nemzetbiztonsági törvényről is megkérdezték az elnököt. Johannis elismerte, hogy vannak túlkapások a sajtónak kiszivárgott tervezetben, de gondoskodni fog róla, hogy ezek ne kerüljenek majd be a jogszabályba. Az államfő arról is beszélt, hogy meglátása szerint szükség van az alkotmány felülvizsgálatára és korszerűsítésére, de úgy vélte, ezt 2024-ig nem lehet végrehajtani. A sajtótájékoztató egyik pikáns kérdése az államfő mandátumára vonatkozott. Megkérdezték tőle, hogy hajlandó lenne-e lemondani államelnöki tisztségéről, ha felajánlanák neki 2023. szeptemberétől a NATO főtitkári posztját. Klaus Johannis nem tagadta, hogy megfontolna egy ilyen felkérést. Első olvasatban tárgyaltam a kormány az adótörvénykönyv tervezett módosítását. A célkitűzések közé tartozik az adóbevétel növelése, és ezzel párhuzamosan a munkahelyek megőrzése. Az elmúlt időszakban számtalanszor egyeztettünk a vállalkozói szférával, a patronátusokkal és a szakszervezetekkel a tervezett adóügyi módosítások kapcsán, mondta a kormányülés elején Nikolaj Csuka miniszterelnök, hozzátéve, hogy az általa vezetett kabinet arra törekszik, hogy biztosítsa a gazdasági stabilitást, a munkahelyek megőrzését, a kiszámíthatóságot a vállalkozók számára, valamint az ország hosszú távú gazdasági fejlődését. A kormányfő ezt követően felkérte a pénzügyi tárca vezetőjét, hogy ismertesse a legfontosabb tervezett módosításokat. Arra törekedünk, hogy védjük azokat az alkalmazottakat, akiknek a havi bére legfeljebb 4500 lei. Számukra több adókönnyítést vezetünk be, és ugyanez érvényes azokra is, akik más személyeket tartanak el, illetve gyereket nevelnek. Újdonság, hogy a fiatalok esetében 26 éves korig 15%-kal csökkentjük a jövedelemadót, pontosan azért, hogy növeljük a fiatalok foglalkoztatását, hisz körükben a munkanélküliségi arány nagyon magas. Továbbá annak érdekében, hogy csökkentsük az iskolaelhagyást,
további 100 lejes adócsökkentést vezetünk be minden egyes gyerek után, aki valamilyen tanintézetbe jár. Hozzátette, a vállalatok esetében nem adózzák meg a visszafektetett profitot, a mikrovállalkozások esetében pedig kötelezővé teszik legalább egy alkalmazott foglalkoztatását. A pénzügyminisztérium egyébként hétfőn bocsátotta közvitára az adótörvénykönyv módosítását célzó tervezetet. Ebben egyebek mellett szerepel az éttermek, catering és szállodai szolgáltatások áfájának a jelenlegi 5-ről 9%-ra való növelése, a szerencsejátékokból származó nyeremények progresszív megadózása, valamint az osztalékadó 5-ről 8%-ra történő emelése is. Az ország nagy részét különböző stádiumú talajszárazság sújtja. A Duna vízszintje 30 év alatt most a legalacsonyabb, közölte a Táncos Barna. A környezetvédelmi miniszter ilyen körülmények között a vízpazarlás csökkentésére kéri a lakosságot. A csernávódai erőművet jelenleg semmilyen veszély nem fenyegeti. Jóval afelett a minimális áramlási szint felett vagyunk, amely legutóbb 2003-ban állította le az üzem működését. Reagált Táncos Barna a szerdai kormányülés végén arra a kérdésre, hogy van-e gond az üzem működésével, vagy várható-e bármilyen fennakadás a vízhozam csökkenése miatt. A környezetvédelmi miniszter elmondta, a Duna vízszintje jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi években. Jelenleg körülbelül 3000 liter körüli, ami elmarad az évi 5800-6000 literes átlagtól, de nincs gond az áramtermeléshez vizet használó erőművek működésével. Hangsúlyozta, fontos, hogy ebben az időszakban az ivóvizet szigorúan háztartási fogyasztásra használja a lakosság. Mezőgazdasági célokra nem lehet pazarolni azt. Az ország több mint 70%-át érintik a talajszárazság különböző fázisai. Többször felhívtuk a figyelmet az ivóvíz észszerű fogyasztására. Az ivóvíz hatalmas beruházásokat igényel, és nem lehet, különösen aszályos időszakban, 5-10-szer több vizet elhasználni az öntözésre, mint egy szokásos időszakban. A miniszter elmondta, a legtöbb olyan területen, ahol gondok vannak, bizonyos korlátozó intézkedéseket vezettek be, hiszen ha ebben a száraz időszakban az öntözés következtében a vízfogyasztás jelentősen megnövekszik, komoly problémák adódhatnak. Hozzátette, hogy a stratégiai tartaléknak számító 40 tározó jó állapotban van. Vízszintjük elegendő ahhoz, hogy közép és hosszú távon biztosítsa a lakosság vízellátását. Országszerte 6.834.964 személy várja, hogy a számlálóbiztosok felkeressék őket, derült ki a Statisztikai Intézet összesítéséből. Az Erdélyi megyék képviselői szerint nagyon lassan halad az összeírás a népszámlálás második szakaszában, így félő, hogy lesznek olyan települések, ahol nem sikerül lekérdezni a lakosság legalább 90%-át. A Statisztikai Intézet utolsó összesítése szerint június 26-áig Kolozs megyében a lakosság 64%-át sikerült összeírni mostanig, és további 36%-ot július 17-éig kellene rögzíteniük a számlálóbiztosoknak. A cenzus nagyon lassan halad sok magyar többségű településen is. Vannak községek, például Egeres vagy Kolozs, ahol a jelenlegi ütemben alig ha sikerül a lakosság 50-60%-át megszámolni. Mondta el híradónk érdeklődésére Tasnádi Szilárd Kolozs megye alprefektusa. Ugyanakkor vannak nagyon jól teljesítő közigazgatási egységek is, ahol nem csak az önkitöltéses szakasz ment jól, a mostani lekérdezés is szépen halad. Megye szinten a magyar vezetőséggel rendelkező községekben várhatóan meg lesz a 100%, és itt persze az összes községre gondolok, Várajától egészen Székig, Magyar Szovát és az egész olyan község, ahol magyar polgármester van, nagyon jó iramban haladnak. Hargita megyében a lakosság 25%-a 76.624 személy várja, hogy felkeressék őket a számlálóbiztosok. Azonban a Statisztikai Intézet utolsó összesítése szerint Csíkszéken, 14 magyar vezetésű településen és városban, közöttük Csíkszeredában, Tusnádfürdőn, Madéfalván a jelenlegi ütemmel július 17-éig nem írható össze a becsült lakosság legalább 90%-a. Ezzel szemben 5 olyan település is van, ahol már június 26-áig összeírták a becsült lakosság legalább 85%-át. Míg Gyergyószéken, Gyergyószentmiklós és Gyergyóalfalu van veszélyben, Borszéken és Gyergyóremetén már sikerült összeírni a lakosság 85%-át.
Bár az első szakaszt követően Udvarhelyszék az első helyen végzett a területi szervezetek között, illetve a municípiumok sorában Székelyudvarhely élvonalban volt 79,2%-kal, a második szakaszban itt is lassan halad a kopogtatós összeírás, és Székelyudvarhely mellett további 10 településen kétséges, hogy sikerül-e befejezni az adatgyűjtést. Itt ott lesz a gond, ahol a nagy települések, mint például a Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, és még egy néhány település, ahol nagy nép, vagy viszonylag nagy számú népesség él, ott lesz nehezebb dolguk a népszámosoknak. Kisebb településeken, ott azt hiszem, hogy még úgy is, hogy ma azt mutatják a statisztikai számok, hogy nem érik el a július 17-ig a 90%-ot, ott még én ezt megoldhatónak tartom. Azonban 5 olyan település van, ahol június 26-áig sikerült elérni a 90%-os arányt. Ezektől az önkormányzati vezetőktől ihletődnek, hogy milyen módszerrel dolgoztak ebben a szakaszban. Remélik, a veszélyben levő településeken is sikerül összeírni a lakosságot, mondta Bíró Barna Botond. Magyar bölcsődei csoport indul ősztől Besztercén, miután a helyi tanács jóváhagyta az erre vonatkozó határozattervezetet. Az új csoport az Evangélikus Egyház erre a célra vásárolt, és a magyar kormány támogatásával felújított épületben működik majd. Egy régi álom válhat valóra Besztercén, hisz jóváhagyta a városi tanács azt a határozattervezetet, miszerint haszonbérbe veszi a besztercei Evangélikus Lutheránus Egyházközség bölcsődei épületét, és ott magyar bölcsődei csoportot is működtet ősztől. Ennek helyszínét ma már a Romániai Evangélikus Lutheránus Püspökség és Besztercei Evangélikus Lutheránus Egyházközség közös tulajdonában lévő, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül újjáépített és átalakított intézmény biztosítja, amelyet azzal a feltétellel bocsátott a város rendelkezésére az egyház, hogy abban magyar bölcsődei csoport is működni fog. A mi épületünk az evangélikus egyház épülete az egyedüli olyan épület Besztercén, amely megfelel az összes kérésnek, mert ez az épület pont erre volt felújítva. Pont egy bölcsőde és egy óvoda működtetésért minden kérésnek megfelel, és ő már, az épület már teljesen működhető. A polgármesteri hivatal a tanácsülés után, pontosan pénteken, csütörtökön volt a tanácsülés, és pénteken már el is kezdték a bútorzat költöztetését. Az RMDS nemrégiben listát indított, és már 20 szülő jelezte, hogy ősztől a magyar bölcsődei csoportba iratná a gyerekét, részletezte a tanácsos. Azonban tervben van a magyar bölcsődei csoport bővítése, és ezzel párhuzamosan magyar óvodai csoport indítása is, fejtette ki híradónk érdeklődésére Máté Attila. Tapasztalatcserére, információk megosztására és gyűjtésére hívták össze az aradi magyar női vállalkozókat, arra konferenciára, amelyet a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége hozott létre, aradi társszervezők segítségével. Ugye egy alapja van, a női erő az, ami mind a kettőt mozgatja egyébként. Így fogalmazta meg a nők által alapított vállalkozások és a családalapítás tervezés közötti párhuzamok lényegét Inotai Petra budapesti vállalkozó az Innováció és Tradíció című konferencián. Az aradi találkozón határokon átívelő jó gyakorlatokat, több évtizedes sikeresen működő vállalkozásokat mutattak be. Be kell ültetni a gondolkodásmódba ezt, hogy érdemes vállalkozni, ugyanis saját időddel rendelkezel, saját magad ura vagy. Te tudod a legjobban, hogy mi az, amihez értesz, és saját magadat tudod tovább erősíteni. Fekete bársony kapátka az egyik legkedvesebb kapátom. A rögtönzött divatbemutatón a résztvevők megcsodálhatták Hempel Katalin magyar örökségdíjas öltözett tervező ruhakölteményeit, amelyekkel ma hordható divatos formában újjáélesztette a régi magyar nemzeti viseleti hagyományokat. Amikor megláttam Hempel Katalin nevét, az vezényelt és ő vonzott főleg ide, hogy láthatom az ő gyönyörű ruháit, alkotásait. Szerintem minden nőnek azért a ruha, a hagyományok is valahogy a lelkünkhez, a szívenkhez közel állnak, és ez, hogy itt Aradon helyben találkozhatok, láthatom élőben, ez egy különleges esemény.
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által életre hívott konferencia fontos hozadéka volt az is, hogy találkozási lehetőséget teremtett az aradi magyar női vállalkozóknak. Az aradi magyar vállalkozó hölgyeknek szerintem egy kis önbizalom és támogatás szükséges ahhoz, hogy ténylegesen összegyűjjenek, a közös gazdasági, akár üzletvezetési témáikat felszínre tudják hozni. Efelé tette meg az első lépést a mostani konferencia, amelynek szervezői megígérték, hogy a jövőben újabb programokkal, fórumokkal igyekeznek majd támogatni a magyar női vállalkozók munkáját. Három napra középkori hangulat költözött a nagyváradi várba. Az ország egyik legnagyobb középkori fesztiválján katapultokkal és ostromfegyverekkel felszerelt harcosok, íjászok, lovasok, trubadúrok, illetve tűzzsonglőrök szórakoztatták a várba érkezőket. Két év kihagyás után újra megszervezték a nagyváradi várban a középkori fesztivált. Az ország egyik legnagyobb középkori fesztiválja, a hazai és külföldi hagyományőrzők, lovagok, úrhölgyek, harcosok és íjászok látványos felvonulásával vette kezdetét a Szent László téren. Azért tartjuk nagyon fontosnak megrendezni a rendezvényt, mert ennek a várnak nagyon mélyen nyúlik vissza a történelme. Ugye a 11. századtól egészen 16. századig egészen tömör története van a várnak, és jelenleg is a fellépők úgy voltak összeválogatva, hogy a 12-től 15. századig mindent magába von ez a rendezvény. A háromnapos rendezvényen a lovagi tornák mellett fontos szerepet kaptak a régi mesterségek is. Az erre a célra kialakított táborokban a kovácsok, fafaragók, bronzöntők és bőrdíszművesek mutatták be, hogyan készültek el a középkori emberek használati tárgyai. Azért nagyon fontos ezeket a dolgokat nekünk ápolni és bemutatni, mert az ember olyan, mint egy óriás fa. Az élete, a gyökerei a múltban vannak. A mai ember megnövesztette ezt a fa törzset, amiből az ágainkat kihozzuk, és a terméseink, a levélkék, azok a tanítványaink, vagy a gyümölcseink, a termékeink, amiket elkészítünk. Így aztán az ősiségnek a tudását át tudjuk adni a mai emberöknek, fogyaszthatóvá tenni. A közel 40 fok ellenére is sokan voltak kíváncsiak a lovas versenyekre, harci és íjász bemutatókra. A középkori időutazás igazi különlegességet is tartogatott a várba érkezőknek, hiszen egy francia hagyományőrző egyesület jóvoltából a fesztivál keretén belül tartották meg a lovagi torna Európa-bajnokságot is. Idén zenés túrákkal is bővül a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál programja. A természet és a zene szépségére összpontosító programsorozat Csíkszereda különböző helyszínein zajlik majd. Újdonságnak számít az idei Régi Zene Fesztiválon, hogy helytörténeti túrák is lesznek, melyeken zenészek is részt vesznek, és a kirándulás koncerttel zárul. Ezek egyikén Csíksomjóra, másikon pedig Csíkszépvízre látogatnak a résztvevőkkel. Van egy gyülekezési hely, és mindkét alkalommal velünk van a Csiki Székely Múzeumnak egy-egy régésze. Az első kiránduláson Darvas Lóránt, és a második kiránduláson Botár István. Ők a saját régészeti terepükön lesznek, és arról mesélnek, hogy mit találtak ott. Idén a zene és a természet kapcsolatára fűzték fel a fesztivál rendezvényeit. A különböző helyszíneken zajló koncertek mellett lesz reneszánsz táncház, reneszánsz gyermeknap, borkóstoló, filmvetítés és könyvbemutató is. A fesztivált világhírű zenekar nyitja Franciaországból, és észtországi csíkszeredai együttműködésben született koncert zárja. Kerete úgymond a fesztiválnak két világhírű együttesről van szó. Az első a francia Obsidian, rengeteg sok hangszer és igazi vérbő reneszánsz zenére számíthatunk. Középkor is lesz benne egy kevés. És a vége az a Hortus Musicus, amelyik 50 éves ez a csapat. Idős emberek vannak benne. Talán a legegyénibb módon tolmácsolják a régi zenét. Akárcsak az előző években, idén is lesz régi zenei nyári egyetem, de idén először zeneóvai is várja a legkisebb. A fesztivál programjaira belépőket, illetve bérleteket a koncertek helyszínén és a Csíki moziban vásárolhatnak. Közeledik a Szuperkupa döntő, sporttal folytatjuk. Ismét hazai környezetben edz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgó csapata,
amely szombaton kezdi a hivatalos idényt. Aradon a Neumann Ferenc stadionban a kolozsvári CFR-rel mérkőzik a szuperkupáért. Sikeres edzőtábort fejezett be az ausztriai Kaprumban a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A hazatérés után 2 nap szünetet kaptak a fiúk, majd a saját bázisukon folytatták az edzésmunkát. És Robert másodedző elmondta, az új szerzemények pluszt hoznak a csapatnak, és Ausztriában jól beilleszkedtek a csapatba. Ezek után pedig nagy bizakodással néznek a szuperkupa szombati döntője elé Aradon, a kolozsvári CFR ellen. Mivel most, hogy már belekóstoltunk ebbe a román kupa elhódításába, úgyhogy ez még több ambíciót, még több erőt adott a fiúknak, úgyhogy úgy gondolom, hogy teljes mértékben fel vagyunk készülve, úgyhogy újra egy kupát hazahozzunk Székelyföldre. Ez a mérkőzés lesz az első a romániai labdarúgás történetében, amelyben alkalmazzák a videóbírót, amelyet a Szuperligának átkeresztelt első liga mérkőzésein is alkalmazni fognak. Noha nem küszöböli ki teljes egészében a játékvezetői tévedéseket, mindenképpen előrelépés vélik a játékosok. Természetesen egy jó dolog, hogy bevezetik a videóbíráskodást Romániában is, hisz Európában Románia az utolsó országa, ezt bevezették, és így tiszta és korrekt mérkőzések fognak majd lenni. A Sepsi OSK kolozsvári CFR szuperkupa döntőt szombaton 19 órától játsszák. A Szuperliga új idénye egy héttel később kezdődik. Az első fordulóban a Sepsi OSK pénteken este a CSU Krajova otthonában, a kolozsvári CFR szombaton este hazai pályán a Rapid ellen lép pályára. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.